Milyen rendezvényhez csatlakozott a mai napon Törökszent Miklós? Törökszent Miklós a TESZED akcióhoz csatlakozott, mely egy országos kezdeményezés, és ez az ország most csatlakozott a Tisztítsuk meg Európát nemzetközi kezdeményezéshez, és ebben az akcióban a városunk is részt vesz elég nagy számban. Kik azok a szervezetek, akik segítik a munkát? Csatlakozott hozzánk az Almási János Nyugdíjas a Kapocs Mozgássérültekért Alapítvány, több iskola is részt vesz a programban. Milyen pontokra mentek ki a városba az önkéntes szemétszedők? Az iskolások főként a iskola környékét takarították meg, de főként a vasúti pálya mellett a 46-os felüljáró alatti részét, város keleti részét takarították meg. A polgármester úr is részt vesz az önkéntes szemétszedésen. Miért tartotta ezt fontosnak? Alapvetően azért fontos, hiszen egy ilyen akció azért megmozgatja a város lakosságát, akiket bevontunk az akcióba. Akár iskolákról beszélünk, akár civil szervezetekről beszélünk, és azt gondolom, hogy önkormányzati képviselőként, polgármesterként is szerintem egy ilyen akcióban illik részt venni. Ténylegesen az elmúlt évekhez képest jóval kevesebb olyan területet találtunk, amit meg lehet tisztítani, azért itt-ott lehet még elhanyagolt területeket látni. Most azokat a területeket, amit előzetesen föltérképeztünk, most épp egy olyan területre érkeztünk, ahol ténylegesen nem sok szemetet találtunk, de át fogunk menni még egy másik területre, a vasút mellé. Ott úgy tudom, hogy fogunk találni szemetet, tehát lesz értelme a mai napnak mindenféleképpen. Akkor elmondhatjuk azt, hogy Törökszent Miklós tulajdonképpen egy tiszta város? Igen, a tapasztalatok meg a jelek azt mutatják, hogy Törökszent Miklós egy tiszta város. Igen, az emberek kevésbé szemetelnek.